Azt gondolom, hogy ez az téma egy erdélyi lány részére még inkább érzékenyebb, de hát nyilván egy anyaországinak is, de talán nekünk még érzékenyebb. Nagyon fontos és nagyon tanulságos, hogy úgy mondjam, ha lehet ilyet mondani a jövőre nézve. Ne is próbáljanak megbízni újságírókat, hogy Magyarországra nézve kedvező cikkeket közöljenek a francia sajtóban. Egy nagyon-nagyon kemény diktatúrában éltünk Romániában, és ezen belül én Marosvásárhely személy szerint, Marosvásárhelyen. Minden, ami magyar volt, az bűnös volt, titkos volt. A mi lázadásunk gyerekként természetesen ebben merült ki, hogy nyilván a tiltott gyümölcs az a legédesebb. Mi gyerekek valami keveset érzékeltünk ebből, de az, hogy mondjuk semmit nem lehetett kapni, meg hogy mikor volt villany, mikor nem volt villany, meg hány magyar osztálytársamat mondjuk vertek PPA szekuritátén, hogyha mondtatok ilyet, ráadásul gyerekként, tehát nem is felnőttként. Igazán ezeket nem lehet elfelejteni, tehát ezeket hordozza az ember élete végéig. Így lopva vagdostunk kicsi piros-fehér-zöld zászlókat, és tettük a zsebünkbe, hogy kívül ne látszódjon, meg... Tehát minden a magyar bakelit lemezeket gyűjtöttem, hogyha jött egy a városba, akkor fejvesztve rohantam, hogy az enyém legyen az az egy, vagy az öt közül legalábbis az egyik az enyém legyen. Felidegesített, felzaklatott. Egy csomó olyan dolgot tudtam meg belőle, hogy nekünk magyaroknak abban az időben semmi esélyünk nem volt. De igazából erőt adott a mai világhoz, hogy igenis mutassuk meg, kicsi országot csináltak belőlünk, de az erőnk az meg sokszorozódott. És én úgy érzem, hogy most ebben a világban nekünk azt is kéne megmutatni, egy picit át kéne venni a hatalmat Európában. Mikor Romániában rosszabbra fordult az élet, akkor innen vittünk amószappant. Nevetségesek ezek a dolgok, hogy már azt is egyfajta szabadságnak éltük meg, közben a fenéket, a szabadság nem az, már majdnem az, ami most van. Átmegyek a határon, és mondjuk a román határőr nem ver meg. Nagyon jó, hogy tudunk erről beszélni, hogy végre meg tudjuk fogalmazni, és sikerült kimosogodnunk magunkat ebből a ultra nehéz helyzetből. Nincs Párizsban Magyarországnak diplomáciai képviseletet, hát lesöpörnek bennünket. Én a 80-as években, a Ceausescu diktatúra alatt voltam gyerek, és akkor halmozottan hátrányos helyzet volt magyarnak születni. Magyarként gyerek. Hát most azt képzeld el, hogy nekünk hatalmas élmény volt elutazni mondjuk a szatmári rokonokhoz, és bekapcsolni a tévét, és magyarul hallani a meséket. Halálnemírás esetén elképzelhető, hogy a csehek, a románok fel lennének hatalmazva arra, hogy átlépjék az ideglenes határokat? Ezt felhatalmazás nélkül is megteszik. Trianon, én most úgy élem meg a mindennapok szempontjából, hogy még azért is otthon érzem magam Budapesten, még azért is otthon érzem magam Székelyföldön, még azért is otthon érzem magam Kárpátalján, még azért is otthon érzem magam Vajdaságban és Felvidéken is. Tehát, hogy én mindenhol otthon érzem magam. Kényszeríteni fogják Magyarországot a békefeltételek elfogadására. Én ezt tapasztaltam a bőrömön. Legyen a világ éber, és vegye észre az ekkora igazságtalanságokat, amikor ennyire az erők arra tömörülnek, hogy valakin elverni a port, és valakit nagyon kihasználni. Ez nagyon, nagyon nemecseki játék volt. Én azt mondtam a kislányomnak, egy hatalmas temetés, egy nagy gyász, de egy olyan gyász, amiről tehetünk, amit sosem feledünk, és amiből jobbá válhatunk. Amitől jobbá válhatunk, erősebbé. Nem volt B-terv, nem voltak szövetségesek. Nagyon informatív, tömény volt, és egészen sok új információ hangzott el. Legalábbis számomra biztosan azt gondoltam, hogy nagyjából képben vagyok teljes mértékben a történésekkel, de hát
most kiderült, hogy még egész sok minden van az, amit az embereknek talán érdemes lenne tudnia. Én is a tömény és a velős szót használnám leginkább. Nagyon sok információt megtudtam egy 1917-től egészen 1920-21-ig erről az időszakról, amiket eddig nem tudtam. Vagyis tudtam, csak ilyen nagyon nagy vonalakban, és segített a film. Felületesen, és most ez így segített szerintem elmélyíteni a tudásunkat.